elengedhetetlen az ember életében a humor. A humor, a nevetés, a jókedv egészségünk egyik kulcskérdése. Igazi stresszoldó fegyver. Talán ezért is vágyunk egy-egy vidám előadásra. A magyar kabarészerző, humorista, író előadásain szem nem maradt szárazon. Az előadó művész a magyar szórakoztató műfaj egyik legsokoldalúbb alakja, tucatnyi kabaré és számos vidám karakter megalkotója, a Rádió Kabarénak 16 évig volt tagja. Vidám hangulatú írásai, szereplői évek óta kedves ismerősei a televízió nézők generációinak. Nevéhez köthető a Kandi Kamera műfajának meghonosítása is. Saját show műsorával, a Kató nénivel elérte, hogy a 2000-es évek elején a legnézettebb műsor volt a magyar televízióban. Írásaiból összeállított műsorával végigjárta már az ország összes kis és nagy települését, és szinte a világ összes országát, ahol nagyobb lélekszámú magyarság él. Számos művésznek írt dalszöveget, forgatókönyvet, a gagfilmektől a drámáig. Ő Ihos József, vagy ahogy még sokan ismerik, Kató néni. Kedves nézőink, nagy szeretettel köszöntöm művész urat itt. Velem szemben, én most kaptam egy kendőt kölcsön, de le is veszem, hát ha nem ismernek meg. Tehát én maradok az Éva. Ön viszont beszéljen egy kicsit nekem arról a művészetről, ami annyira összetett, és én tudom, hogy hát igazából a kezdetekben nem is volt annyira a humor az életében, egy elképzelés, hogy ez lesz majd a végső cél. Igazság szerint nem készültem erre a pályára, nem is ismertem a humoristákat annyira Hófi Gézán kívül. A munkáján figyeltek rám, hogy én tudok utánozni. Én a főnökeim hangját szoktam megtanulni, telefonba utánozni, és gyakorlatilag mindig elküldtem magam szabadságra, a titkárnökön keresztül. És akkor mondta valaki, te Jóska, te ennyire jól tudsz utánozni, és a jópofa dolgaid vannak, miért nem leszel humorista? És mondom, az micsoda? És akkor elmondták, hogy mit kell nagyjából csinálni. Na, a lényeg, hogy nem foglalkoztam ezzel sok éven keresztül, amíg nem, aztán hátam mögött beneveztek a Rátóti Humorfesztiválra, ahol engem Nagy Bandó András rábeszélt arra, hogy én járjam az országot vele, és közös műsorral járjuk körbe azt a megyéket, ahol ő ismert volt. Na, ekkor kaptam kedvet ahhoz, hogy egy kicsikét megismerkedjek a színpad világával. De nem is tanított, mert azt olyan kevesen tudják erről, hogy pedagógus végzettség, ha jól tudom, Szombathelyen végzett. Igen, Szombathelyen végeztem, de egy percet nem tanítottam, csak a kötelezőket, amit pedagógusként az ember végig kell, tanuljon. A lényeg az, hogy én népüvelőként dolgoztam, majd egy nagyon nagy huszárvágással átmentem az egészségügybe, és a Mosdósi Tüdőgyógyintézetnél dolgoztam, ahol egészségnevelőként, ahol előadások, orvoskongresszusok szervezésével foglalkoztam. Tehát nem egy vidám hely volt, viszont nagyon szerettek a betegek, mert én mindig vidám dolgokat szerveztem ott nekik. Ez egy nagyon reneszánsz hely volt. Ott is ki kellett állni emberek elé, ott is képviselni kellett valamit, és én mindig a humort belecsempésztem ebbe. Nem bánta meg egy percig sem, ugye, mert az embereknek szükségük van arra, hogy a mindennapokban is, de hát egyáltalán az életünkben a humor jelen legyen. Igen, de ugyanakkor az volt a nehézség, hogy amikor én kezdtem ezt a pályát, akkor nem volt szükség új arcokra annyira, mert akkor csengett le a 82-es humorfesztivál, és rengeteg nagyszerű sztárral, Markos Nádas, Nagy Bandó, és így tovább, Magsa Zoltán. Tehát igazából nem volt szükség arra, hogy új arc valaki bekerüljön, viszont szerzőként szükség volt olyan valakikre, akik főleg jeleneteket, több szereplős, nagyobb lélegzetvétel dolgot tudnak csinálni, és akkor kezdtem írogatni. És gyakorlatilag sok időm is volt, és tudtam írogatni, és így csorogtam be én oldalvizen a humor berkeibe. Voltam vidámabb, voltam kevésbé vidámabb. Én egy közepes tehetségű ember vagyok, mert mindig azt szokták, ilyen litániákat felsorolnak és mondják, hogy ezt csináltam, azt csináltam. Én azt szoktam mondani, amikor az emberi sokat mondanak, az azt jelenti, hogy olyan idős már, hogy ennyi mindent kell róla mondani. Dehogy is vagy, olyan sokrétű, nem? Hát én nem. Dalszövegeket írt, forgatókönyvet írt, filmezett. Igen, elárulhatom, bocsánat, talán elárulhatom a nézőknek. Filmezett is. Na de hogy jött Kató néni? Katonin az teljesen ennek kapcsán, ugye, hogy fölhívott a főszerkesztője Rádió Kabarénak, Farkas Ádi Tivadar úr, hogy sok szereplős jelenet kellene, ami faluról szól,
és én ültem éppen orvosi rendelőbe, üdögetlen beteg voltam, és egy nénikét láttam ott meg, akit én figyelgettem, aranyos volt, mert jó pofa dumája volt neki. Bement az orvosod, emlékszem, és akkor vizsgált az orvos, mondta neki, mamikám, itt hátul, hogy nyomogatom a derekánál, meg itt egy följelbe, egy kicsikét itt a faránál, ez a fájdalom úgy mire emlékezteti? Azt, hogy lánykoromra, édes doktor, mikor segédjelentőnek voltam, mennyasszonya. Szóval lényeg az, hogy igazság szerint ezeket a dolgokat én akkor megfigyeltem a néni, és azt mondtam, ezt a mamikát én megírom. És akkor köré írtam egy egész falut. Ez lett a falu gyűlés, amely betalált, és a Rádió Kabari nem tudom hány évig, jobban tudja, voltam a 16 évig, igen, voltam szerint. És igazság szerint ez mind mai napig is megy a Rádió Kabaréban. És nagyon-nagyon nézett is volt egyébként. Igen, igen. Amit én szeretnék, hogyha arról beszélne, nagyon fontos, bejárta a világot. Igen. Nagyon fontosnak tartja most is, hogy ahol magyarok élnek, ott a humor is jelen legyen. Ön is jelen volt. Igen, egy találmány. 2006-ban vége volt a szeszélyes évszakoknak, sajnos. Ugye Antal Imre elhunyt, és nekem nem volt, meg sokunk nem volt igazából olyan dolga, ami korábban. És én kitaláltam azt, hogy én csinálok egy csomagot, és én azon megkeresem a diaszporát. Ez a csomag arról szólt, hogy egy magyar család hogy él Sydneyben, hogy él New Yorkban, hogy él Prágában, vagy Pozsonyban, stb. És gyakorlatilag az ottani művészekkel, amatőrökkel én kabarét csináltam, amit vagy a média felvett, vagy nem vett fel, vagy csak egy kis színházi körülmények között került, de ezzel a csomaggal én megkerestem a Magyarok Világszövetségét, és megpróbáltam ezen keresztül eljutni olyan helyekre, ahol még a madár se járt. Egészen elképesztő, hogy például Pápa Új-Guineába, ahol igaz, hogy csak ilyen kábelfektető munkásoknak volt egy karácsonyi műsor, ami nagyon érdekesen sikerült, mert ott voltam olyan katolini, amit még a benszülöttek is megcsodáltak. Úgyhogy igazság szerint végigjártam a világ nagyobb... És most Zalapáti így jutott el. De Zalapátiban egészen prózai ott miatt. Jól érzi magát? Jól, házasság révén jöttem, ide nősültem Zalába. Akkor ez már rossz nem lehet. Igen, ez már rossz, igen, Zalába nősültem, és gyakorlatilag a feleségem ide csábított, hogy maradjunk Zalába, ne Budapesten, és 40 év után ott hagytam Budapestet. És hogy telnek a mindennapok Zalapátiban? Nagyon jó, mert van egy nagyon kedves barátom, aki kicsit egy mentorom, Bozsegovics Mihály, aki helyi sportelnök volt, vagy még az még, azt hiszem, és igazság éppen onnan integet, ökölbe szorult kézzel. Na a lényeg az, hogy jót mondtam róla. Na a lényeg az, hogy gyakorlatilag belevontak ők a helyi kultúrába, és most éppen egy nagy projektre készülünk, július 2-án, amely szeretettel várom a kedves nézőket, és hogy legyek kicsi katonini feelingje, a kedves anyósokat várom én, mint katonéni, egy anyós versenyre Zalapátiban július 2-án. Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, és beszélgethetünk egy jót. Legyen szép nyara, és érezze jól magát Zalában. Kívánom mindenkinek, köszönöm szépen. We'll be right back.